Van egy olyan vendégünk, amikor hideg van, akkor mindig velünk van, és amikor nagyon meleg van, akkor is általában meghívjuk, felhívjuk, hogy hogyan készüljünk erre a napra. Mert ugye ez egy különleges nap, legalábbis a meteorológiai szempontjából, meg meteorológiai szempontjából. Pintér Ferenc meteorológiai van a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mondhatjuk azt, nem Ferenc, hogy ez tényleg egy rendhagyó nap, mert hogy az országnak lesz olyan terület állítólag, ahol akár 27 fok is lehet. Október 4-e, 5-e van? Hányadika van? 15-e. 15-e van. Ezt most hogy? Igen, hát ehhez már tegnap is nagyon közel voltunk, és a helyzet az, hogy egyébként ezek a nagyon magas hőmérsékletek nem az egész országra jellemzőek, mert vannak szerencsétlenebb régiók, főleg az Alpok alján, vagy hegyeknek a hegyvidékeknek a völgyeiben, ahol a köd beragad, és hát a hőmérséklet az bizony nagyon elmarad ettől, úgyhogy például vasárnap is napközben voltak olyan helyek, hogy 15 fokot is meghaladta a hőmérséklet különbség ugyanabban a pillanatban. Na most a probléma egyébként az, hogy tehát ugye először is tisztázzuk, örülünk ennek, a többség örül neki, örül, hogy kellemes az idő, lehet sétálni, süt a nap, és ennek ugye nagyon sok pozitív hatása van, mentálisan helyre rakja a lelkünket, és ilyenkor ugye, amikor már jönnek ezek az őtküszi depressziós időszakok, jelent ebben egy ilyen kellemes epizódot, amikor ezt megszakítja. Azonban ennek is vannak megterhelő hatásai, és hogy kinek az esetében mi jelentkezik, ez ugye mindig ezeknek a bizonyos egyéni érzékenységnek és adottságoknak a kérdése. Itt arról van szó, hogy nagyon nagy a hőingadozás. Tehát ugye ez a száraz levegő, ez ugyan könnyen tud melegedni, és ennek köszönhető, hogy nagyon magasra föl tud menni a hőmérséklet, ugyanakkor gyorsan le is hűl, és éjszakára, tehát már a esti órákban is már nagyon gyorsan lezuhan 10 fok közelébe, és utána pedig hajnalra pedig jóval 10 fok alá is le tud menni a hőmérséklet. Na most ez a nagy hőingadozás, ez viszont olyan, amit nagyon sok ember rosszul visel. Nem csoda, mert azért egy 15 fok vagy 15 fokot meghaladó hőmérséklet ingadozáshoz alkalmazkodni egy napon belül, azért ez nem könnyű. Nagyon itt nehéz. Megterheli a szervezetet. Köszönjük szépen, Pintér úr, maga is vigyázzon magára, jó? Vagy ön is vigyázzon magára. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.